portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Wolf Kati. Szia! Szia! Jól vagy? Jól, köszönöm. Jól? Aha, igen. És ez biztos fokozódik is, most az év vége felé haladunk, és akkor lesz egy 29-e neked. Ebből számoltam ki az előbb akkor, hogy akkor a 31-e a szombat idén az utolsó nap. Én akkor már ilyen napodban leszek. Tényleg? Nem, egyébként nem, mert dolgoznom kell majd. Kapsz egy ekkora kupicával, és akkor... akkor végem van. Igen, hogy 29-ére, 29. Tehát addig tart most az én... életem naptára. Jó, de azért tartson tovább is. Igen, de addig kell valahogy kihúzzam nagyon az energiáimat, mert akkor lesz a kongresszusi központban egy nagy koncertem, ami már nagyon régen volt, nagyon régen relatíve, 3 éve volt utoljára olyan koncertem, úgy kicsit összegeztem, ami előtte történt, és most is készülök egy hasonlóra. Összegeztél? Azt mondod, 3 éve is? Meg most is fogsz összegezni? Igen. Én nagyon fontosnak tartom, hogy mindig szülessenek új dalok. Azért, hogy a fél évente jövök ki egy új dallal, ami mindig ugye az enyém kell, hogy legyen abból a szempontból, hogy ugye én nem vagyok dalszerző, tehát meg kellett keresni azokat az embereket, akik olyan zenét, meg olyan szöveget írnak, ami rögtön az enyém tud lenni, és ahogy elénekelem már olyan Wolfkat is. Uh-huh. És ezeket mindig azért nagyon jó dolog egyben megmutatni. Az előző ilyen nagy koncertemnél beleraktuk azért a gyerekkoromat is, mert ugye az volt kvázi a befutásom utáni olyan nagy koncert, amin megmutattam, hogy milyen dalokkal jöttem ki, plusz azért abban benne volt az egész eddigi, olyan hülye hangzik, hogy az eddigi pályám, mert hogy gyakorlatilag 6 éve vagyok a központban, úgy a pályán, hogy ismernek is, de hát azért ott van még egy 20 év, amit előtte színpadon töltöttem. Ez most az elmúlt néhány évnek a dalai lesznek, illetve lesz olyan dal, ami mondjuk most jött be az életemben, nem az én dalom, de más énekesnek a dala, de valahogy most értem össze vele. Mindegyik kötődik hozzám egy kicsit. És hát a legjobb része az lesz, hogy meghívtuk vendégnek a Liszt Ferenc Kamarazenekart, mert ugyanez egy összegző dolog, hogy mi történt eddig, de egy kicsit előre mutat a jövőbeni terveimre, amik szorosan összekötődnek velük, mert van egy olyan anyaga az édesapámnak és Stevanovi Dusánnak, írtak ők egy egész dalcsokrot, ami vonózenekarral és az én zenekarommal úgy szólal meg, hogy sírva fakadok, ha csak ülök és hallgatom, meg és részt venni benne, meg még jobb, gyönyörű dalok. Tényleg sírva fakadsz? Ha csak hallgatom? Igen. Abszolút, én simán. Egyébként nem könnyen sírok amúgy, de gyerekes témával kapcsolatban, vagy dráma, könyv, zene, attól simán. Sírsz? Potyogna? Hát, ha gyerekes cucc van, vagy tudod, megható dolog a gyerekekkel, az összes szülinapon bők, az összes anyák napján, ott mint egy baba, tehát folyik, nem az, hogy párás lesz a szemem, hanem folyik rendesen. Az óviban is, már iskolába járunk, de az óviban az utolsó anyák napja, hát az is... Ültünk egymást, mert a menő anyukák ott néztük a gyerekeket, és mondtuk, hogy most fogunk bőgni, már néztük egymást, amikor kiállnak, hogy anyukámnak szeretettel, és hozzá a kis ízét, amit ő csinált. Igen, szóval ilyeneken nagyon könnyen bőgök. De akkor tulajdonképpen ez jó olyan szempontból, hogy nem csak kicsit, hogy akkor az ember úgy törölgetné, hogy nem. Nem, akkor még lefolyik. Folyik, zúdul, belül, akkor itt belül folyik a kis patak. Igen, ugye? Igen. Igazából tehát egyébként feszültségeken, vagy mondjuk, mit tudom én, amikor a tehetségkutatóban voltam, vagy az Eurovízión, ott nem engedem meg magamnak, ott kemény vagyok. Ott nem bőgök. Engem kamera nem, igen, engem kamera nem lát bőgni. Tehát ilyen hétköznapi dolgokban, vagy ilyesmiben nem. De meghatottságtól, attól. És simán bármelyik rajzfilm végén is bőgök. Velem jó ilyen helyekre benni, mert azonnal látszik a reakció. Hatás. Igen. De akkor például kamera nem láthat bőgni, vagy sírni, tehát például egyetlen könycseppet sem. Nem. Nem. Én azt gondolom, hogy örömkönnyeket azt lehet mutatni. Azt lehet? Igen. Vagy hogyha tényleg valamilyen művészeti dolog hat rád annyira, azt az ember bátran megmutathatja, de valahogy mindig úgy érzem, hogyha mindenkinek van gondja, baja, problémája,
csomó olyan dolog van, ami feszültséget okoz. Azt én nem merném meg, vagy nem akarnám, azzal olyan kiszolgáltatott lesz az ember. Meg talán nem is terheljük azzal, nem? A többieket. Igen. Igazából van mindenkinek elég baja. Igen. És akkor... Igen, ez így van. Na most a hűség jutott eszembe az új dalod kapcsán, az egyik új dalod kapcsán, mert egyébként vannak olyan dalok is, mondjuk Geszti Péterrel közös dal is bevillan nekem, ami most az nem is olyan új már egyébként, csak most hirtelen egyszer csak hasít a rádióban. De az én saját új dalom, a Szabadnak lenni, igen, abban hallottad abban szerintem. Abban. Boncolgat. Igen, ez is ki én. Kibonthatjuk? Hát ki? A semmi ágán... Gyümölcs, a semmi ágán. Bizony, micsoda mondat. Akkor, ha szabadnak lenni. Igen. Ez is egy olyan dal, amit Sztevanovics Krisztián írt, ő a zeneszerző, és az édesapja Dusán írta a szöveget. Most már ez nem az első dal, amit az ő párosuktól kapok én, és borzasztóan imádom ezeket a dalokat, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ugye Dusán, ő az édesapám generációja, és hát hatalmas neveknek írt szövegeket, Zorán, Katona Klári Presszerrel dolgozott együtt, és ilyen mai figuráknak nem. És velem kivételt tett, úgyhogy iszonyú nagy az arcom ettől, és nagyon nagy királynőnek érzem magam, hogy nekem olyan csodákat ír, és a fia pedig egy egészen különleges, teljesen saját zenei világgal bír, ami azért nagy dolog ma, mert próbálj meg újat csinálni, például a zenében, olyat, ami még nincs, vagy amit nem hallottál, vagy nem ismerős, és ő mindig olyat csinál, ami egyszerűen csak ő. Amikor megjelent ez a dalom, a Szabadnak lenni, akkor kaptam életem egyik legjobb kritikáját. Azt kell mondjam, hogy a Szerelemmért múlsz óta, most nagyon sok dalom született, de mindig úgy éreztem, hogy azt a katartikus dolgot, ami azzal a dallal megtörtént, azt még csak megközelíteni sikerült, de nem sikerült elérni. Ugye azért nehéz, ha valaki rögtön az első dallal hasít, mert utána mindegyik más oda kell... Lenne. Igen. Érjen. És azt nem lehet fél évente olyan dalt csinálni, mert az időnként van egy olyan, és ennél Szabadnak lenni című dalnál jöttek tömegével a kommentek, és a koncerten jöttek oda az emberek, hogy őket szíven ütötte a dal, és hogy ez megint egy Wolfgatis dal. És annyira örültem neki, hogy az azt jelenti, hogy ez a két szerző tudott olyan dalt írni megint nekem, ami tényleg olyan, mintha belőlem jönne. És egyébként pont a kedvenc soromat idézted belőle, hogy gyümölcs a semmi ága, hát olyan gondolatok vannak benne. De az jó gyümölcsnek lenni a semmi ágán? Nem. Na, nem. Hát ez az. Nem. És mondod, hogy jó. Sokakat szíven ütött. Igen. Igen, szerintem mindig beszélünk róla, hogy az én dalaim olyan komorak, meg drámaiak, meg nem vidámak. Nyilván lehet arról is írni dalt, hogy fagyizok a strandon, de azért alapjába véve az ember a művészetet arra használja, hogy az ilyen nagyon erős érzelmeit, meg a konfliktusait valahogy megélje. Az is persze milyen jó lehet szabadon fagyizni a strandon, de jó, és ott a pillanatban az is fagylal. Az is jó, nekem is van olyan dalom. Hőség, nyár. Sokkal kevésbé érinti meg az ember. Igen. Úgyhogy ez is persze azt boncolgatja a szerelmet alapvetően, meg azt, hogy mennyire tudsz szabad lenni a kapcsolaton belül, ére annyit mondjuk egy nagy szerelem, hogy teljesen odaad magad és elveszítsd magad, vagy van egy határ, egy amit... Egy másik nagy szerelem, úgy érted, vagy pedig az a nagy szerelem? Egyáltalán. Tesi? Ja, hát egyáltalán az a szerelem, ami van. Meg hogy amikor minden jó és minden stimmel, akkor... Tehát, hogy akkor szép, meg akkor könnyű együtt lenni, de amikor aztán feszültség van maga, vagy a másik nem úgy, nem azt adja, vagy nem úgy jön ki a lépés, akkor kell azonnal ugrani, vagy megtartod ott magad, és harcolsz érte. Hát mi így magunk között tudjuk a válaszokat, hogy persze megtartjuk, és harcolunk érte. Igen. Na jó, hát igen, igen, de aztán a gyakorlatban is megtartjuk, és harcolunk érte. Te is már jó pár éve, én is jó pár éve tesszük. Igen, de egyébként mégiscsak nekünk is valahogy gondolom én, hogy fel kell vérteznünk magunkat, hogy de majd, amikor 25 éves házasok leszünk. És akkor ezt nem is... tudod, hogy mire szólnak. Hát az a ronda dolog, hogy
tehetsz, megtetsz minden, meg stimmelhet minden, állhatnak ugye a csillagok, és megtáltad életed szerelmét, és ráadásul jó fej, éljen, mert az is lehet, hogy beleszeretsz egy idiótába, akkor nagyon nehéz az élet, de akkor is a szerelem a szerelem. Tehát, hogyha minden stimmel, akkor se tudod, hogy és holnap után, mikor innen kimész, vagy ő kimegy, akkor mi történik? Hát, hogy ez lutri. Nincsenek lesz szabályok. Az biztos, hogy meg kell próbálni elmenni szerintem a falig, meg a végletekig, hogy megments egy dolgot, mert ma már nem divat semmit. Elromlik a telefonot, kidobod, veszel egy újat. Elromlik a kapcsolatot, kidobod, veszel egy újat. Hát nem mindenkinél azért, csak tudom, hogy van egy ilyen vonulat. Hát, de azért van egy ilyen bennünk. Ma már nem viszed el az órádat se óráshoz, hanem. Tehát, hogy semmit nem javítasz meg, mert egyszerűen venni egy újat, meg eleve úgy gyártjuk, hogy az csak egy évig legyen jó, meg két vagy évig legyen eleve jó. Eleve úgy vesszük. Hát igen. Oké, hát pár évre jó lesz. Igen. Én is megfigyelem magamon egyébként, ez valahol szörnyű tényleg, hogy... Bizony. De a kapcsolatokkal nem lehet ezt csinálni. Hát van, aki csinálja. Hát az neki se jó. Egyébként én azt látom a családi körben is, meg ismertségi körben is, most vannak felnövő fiatalok, ilyen 16-18-20 éves fiatalok, és azt látom, hogy talán változik a trend, és van egy-két olyan fiatal környezetemben, akinek nagyon komoly kapcsolatai vannak, de úgy, hogy az első szerelem, és azt halálos komolysággal veszi, sokkal többet tesz érte, mint sok felnőtt ismerősöm. És szerintem lehet, hogy ez a nagy rohanós eldobom jön egy új világ, ez majd meghozza azt, hogy a fiatalabbak majd értelmesebbek lesznek, mint mi, és ők tesznek érte. Hát egyébként lehet, hogy tényleg a hullámzás alapján most az következik, hogy ők már rájönnek arra, így hogy... van. És lehet, hogy lesznek olyan rendesek, hogy nem csapják majd az arcunkba, hogy azért mi hogy viselkedtünk, azért az nagyon durva, hogy mi mit műveltünk. Hát és egyébként igazuk lesz. Igazuk van, már most is igazuk van, igen. De lehet, hogy ők lesznek olyan kedvesek hozzánk, hogy ezt nem mondják majd így az arcunkba, csak igen, tudjuk, hogy de nekik majd nem. De majd arcunkba tolják, mikor kamaszok lesznek. Az a dolguk. Igen. Pont amúgykor olvastam egy cikket egyébként, tehát az enyémek azok még csak 6 és 11 évesek. De hát már úgy lelkiek készülünk a kamaszodásra, itt van nagyból, már néha előjön a rém, tudod, egyébként egy karanyos gyerek, és akkor néha úgy szól vissza, vagy úgy rántja meg a vállát, hogy így érzed, hogy így jön ki belőle az majd, ami lesz 24 órában, amikor kamaszodik. És én már készülök így lelkileg rá, és pont olvastam egy cikket, hogy miért örülj neki, ha a kamasz gyereked az arcodba olvassa, hogy te mit csinálsz rosszul, és mit gondolsz marhára rosszul. És olyan kíváncsi voltam, hogy mi. Az egy dolog, hogy igaz. De hogy foglalkozik vele az, hogy neki még számít az, hogy te erre hogy reagálsz, meg mit gondolsz róla, hogy ez szuper. Úgyhogy majd el kell tudni viselni, amikor eléd áll, és elkezdi sorolni az ekkora listáját, hogy te mit csinálsz rosszul. Egyébként ez tényleg milyen szép hozzáállás, hogy érdeklés, nem mondjuk az ülés, meg nem tudom, mi érdekli, hanem az is fogja érdekelni, meg biztos az is fog érdekelni. Csak hogy azért meg van egy olyan szegmens az életének, ahol fontos az, hogy a hülye anyja, meg a hülye apja, mert ugye amikor kamasz vagy, akkor az anyád és az apád a legcikibb ember, a két legcikibb ember a földön, hogy ez mit gondol? Hogy ez tök jó dolog, ha még őt az érdekli. Egyébként azt is hallottam, ez most az előző gondolatokhoz még, hogy az a házasság tud működni, ahol a felek megtanulnak a megoldhatatlannak tűnő problémákkal együtt élni. Hát figyelj, nem tudom, melyik házasság tart soká, mert remélem, majd, például a tiéd, meg a miénk. Ámen, úgy legyen, meg tényleg mi is együtt. Sőt, nem is csak, hogy remélem, bocsánat, éve. Hanem teszünk érte. Hát igen, de erre mondom, hogy majd erről azt kell megkérdezni, aki 80 éves és már 50 éve együtt van, hogy tényleg, mert ő már mindenen túlment. Szoktam kérdezgetni. Igen, mert én is azt gondolom, hogy mi 17 éve vagyunk együtt, hogy biztos már mindenen túl vagyok, de biztos nem, mert egyébként még bármi jöhet, de én is a szüleimet szoktam, ők is ugye nagyon nagy szeretetben, szerelemben, meg tiszteletben vannak együtt ennyi idő után, hát már sokkal többet éltek együtt, mint egymás nélkül. De jó, tényleg. Hát sokkal. Összejöttek, mit tudom én, 19-20 évesen, és hát már 70 felé közelednek. Tehát, hogy bőven. De jó, ez egyszer csak átfordul nálunk is, hogy többet éltünk már együtt, mint külön, de jó, na igen. Bizony, azért azok kemény számok. És mindegyik azt mondja, hogy,
hogy minden nap melózni kell azért, hogy az működjön, meg nem lehet, hogy most hátradőlök, mert már jó, már kész, már működik, most már ez megy magától, hanem mindig tenni kell érte. Meg valahogy azt látom, hogy nem, tehát az, hogy mindig az az alap kiinduló pont, hogy ők igenis szeretik egymást, és ezért tesznek, hogy ez megmaradjon. Tehát, hogyha az az alapvető gond, akkor minden veszekedés, meg feszültség, meg ellentét, meg baj, meg gond, meg bánat, az valahogy erősebb azt, hogy de oldjuk meg, akkor muszáj valahogy. Hát aztán, és közben, bocsánat, reménykedsz, hogy rohadt nagy szerencséd lesz, mert anélkül semmi. Milyen szempontból szerencse abban, hogy nem jön valami nagy, mit, hogy nem csap belémünk a villám, igen, vagy ilyesmi? Igen. Hát abban tényleg, de azért lehet mondjuk még imádkozni is, hogy nem is tudom. Uh-huh. Igen, meg reménykedni, azt mondod, igen, hogy egy ilyen kegyelmi állapot megvan, igen, hogy például életben maradunk? Hát igen, meg azért az ember minél jobban szeret, annál nagyobb a hullámvölgy is. És akkor az biztos, hogy jön. Mindig jön. Olyan nincs, hogy nem. Az, hogy én holnap meghűlök, és nem tudom, lelépek egy szigetre, ahol senki nincs, és mondtok, ez egyedül akarok élni, és pipázgatok. Akkor jön a férjed, és azt mondja, hogy... Hát, és ha én nagyon meghűlök, és azt mondom, hogy... De ő akkor is szeret, te is szereted a kapcsolatot is, és őt is, gondolom, és akkor megbeszélitek, hogy rendben van most ez a helyzet, akkor találjuk ki, hogy hogyan lesz ez tényleg a gyakorlatban, hát megoldjuk, hogy el tudj menni, sziget. És ha én 10 évre akarok elmenni? És minden nap reménykedni fogunk, hogy hazajössz hamarabb, és lehet, hogy tényleg, emiatt tényleg hazajössz 1 év múlva, ami 1 év nehéz lesz, de aztán, hogyha 50 évet nézünk egyben, akkor hát azt mondjuk, hogy olyan hát nem, izé voltam, mert mondjuk a másik tényleg eléd áll ezzel, akkor azt mondta, hogy na jó, de se én, se a gyerekek nem olyan fontosak, hogy ezt mondjuk egy 2 hetes kiruccanással ne intézzel. Szóval, hogy amikor már a személyiséget látod máshogy, és gondolod, vagy bejön egy harmadik, tehát, hogy annyi minden lehet, szerintem nagyon sok minden múlik a mázlin. Mázlin? Sajnos. Azt mondod? Uh-huh. De ott van például akkor a harmadik, azt mondod, és ha a szerelem, tehát mondjuk egy harmadik félbe valaki beleszeret? Uh-huh. De brutálul. Hát, de a szerelem az nem olyan egyébként, hogy az megtörténhet bárkivel. 50 így év van. Házasságnál így is megtörténhet, abszolút, hogy valaki azt érzi, de hát akkor igen, mondjuk okos, és mondjuk irányítja a lelke őt. És lehet, hogy egész életében okos volt, és a lelke irányította, és hirtelen nem. Mert ott van egy szép érzés, hát annak lehet örülni, nem, hogy de csodálatos érzés, de jó, viszont én egyébként házas vagyok, és lelkem minden jó érzése oda hív, oda húz. Nem tudom. Egyébként ez egy csodás, szép érzés, de jó, persze, 67 évvel ezelőtt találkozom. Mert az agyaddal ez így van, és nagyon szépen végiggondolod. Meg a lelkével is, nem? Nem tudom, hogy a lelkedet, meg a szívedet, ezt mennyire tudod irányítani, vagy nem? Nem? Nem. Szerintem nem. Nem. Megkérdezem még egy pár szor. Nem. Tudod. Mondjuk különböző neműek vagyunk. Hát gondolj bele, hogy hány olyan szituáció van, amikor van egy ismerősöd, akinek látod az életét, látod a gondját, kicsit belelátsz, vagy nagyon belelátsz, és olyan egyértelműen meg tudod mondani, hogy hogy oldja meg. Tök tisztán látod, hát ez a... De amikor te vagy abba benn, a téged, a lelki attitűdöd, meg az érzelmi világod fog behatárolni. Nem azért nem tudod megtenni, mert ne tudnád az agyadda, hogy az a jó megoldás, de a lelki határaid azok adottak, és nem tudsz rajta túllépni. És ezt nem lehet valahogy mégiscsak végig gondolni? Én nem kívánok magamnak ilyen helyzetet, de ha az embernek vannak gyermekei, akkor ahhoz van egy felesége, vannak gyermekei, akkor ez rengeteg érzelem, lelki erő kapcsolódik, és azt nem lehet elfelejteni, vagy úgy csinálni, mintha az nem lenne. Jön mert egy látod, másik, hogy hányan csinálnak mégis úgy. Most hát, nem mondom, az eldobható telefonod ilyet? Hát igen, meg nyilván az addig könnyű erről beszélni, amíg az ember nincs ilyen szituációban, és elgondolom, hogy mi lenne, ha. Jó. Akkor ne okoskodjunk, mert aztán kapunk majd egy pofont, már bocsánat magamra mondom, az élettől. Az élettől, hogy... hát bármikor kaphatsz. Milyen keményen mondtad, igen, Szabos, bármikor kaphatsz. De tényleg, nem csak, én azt mondom, hogy lehet, nagyon, hogy nagyon kell,
Nem, csak mindig az az érzésem, amikor én beszélek az életemről, vagy így interjún vagyunk, és akkor szép házasság, ügyes, aranyos gyerekek, tök jól működő szakma, és az egész egy ilyen habos-babos valami, és ettől most én mindig rosszul vagyok, igen, mert egyrészt ebben van embertelen mennyiségű meló, hogy ez működjön, másrészt meg az ember minden este úgy fekszik le, hogy nagyon köszönöm, hogy ez van, és tökre szeretném, ha maradna, és én mindent megteszek érte, de help! De hogy igen, az egy mázli, hogy ez működik, és mi van, ha föntről, vagy nem tudom, a sors, vagy akiben hiszel egyszer, csak azt mondja, hogy most akkor olyat kapsz, amit oldjál meg. Hát akkor legjobb tényleg talán, ha így maradunk, hogy, hogy akkor minden este így lefeküdni. Így van. Hálát adni, hogy valami van. És azt mondod, help, az azt jelenti, hogy kérjük a további segítséget? Így van. Jó. Azt kérjük, hálát adunk, benne van. Jó. Igen. És bízni abban, hogy ez megadatik. Bizony. Oké. Na jó, elengedtem akkor ezeket a gondolatokat, de hát tőled meg aztán kapjuk rendesen ezeket a dalokat sorban, mindig szerelem, így szerelem, úgy. Hát ilyen, de miről szóljon egy dal? Hát, nyilván az mozgatja. Mondjuk például a fagylaltról, meg a nyár. Néha az is jó, ez így van. Család együtt fagylaltozik a strandon, erről is szólhatna már egy dal, nem? Hát lehet, hogy az enyém nem fog. Nem fog. Igen. Persze, az se igaz, hogy mindig arról kell énekelni, mert nem lehet végcsendő úgy egy koncertet se, hogy az összes dalnál meghalsz. De azért, de szerintem az emberek arra várnak. Vagy én egy koncerten, én azért meg akarok élni szélsőséges hangulatokat, azért mész el. Vagy ha éppen tragédia történt az életemben, és az baromira fáj, akkor elmegyek egy koncertre, és a tragikus, fájdalmas pontoknál én azt nagyon megélem, és nem baj, ha ott bőgök, nyilván nem a koncerten, de az se baj ott, azt ott hadd éljen meg, mert ha nem éled ki, akkor ez meg fog belülről enni. De ha meg isteni dolgok történtek veled, és szét akarod szedni a világot, mert annyira jól érzed magad, akkor meg a koncertnek azon a pontján, ahol döng és jól érzed magad, azt fogod baromira megélni. Szerintem erre való a zene. Meg a szórakoztatás. Egyébként meg a szórakozás. Igen. Hát igen. Van egy olyan fajta szórakoztatás, ami nyilván mentes ettől, mert nem kell állandóan drámázni, de mondjuk én nem olyan típusú előadó vagyok. Tehát én nem tudom, én amikor kiviszem magamat a színpadra, már úgy értem magamat, hogy az én lelkületemet, abban biztos, hogy mindig van valami súly is. Minden egyes színpadi létemnél, ha az fél óra, vagy 50 perc, vagy másfél óra is, ott mindig megérek valami olyan extra ilyen energia áramlást, meg érzelmeket, amit ki kell utána pihenni. És azért volt nagyon fontos, hogy erre a december végi nagy koncertre én megint úgy tudjak odaállni a kongresszusi központba a színpadra, hogy erőmnél vagyok, igen. De most jó, hogy mondod az energiát, mert még korábban jó pár adással ezelőtt egyszer egy Kocsis Tiborral történő beszélgetésben felmerült a bizsergés, amit az ember a színpadon érezhet, mint előadó, és akkor én elhatároztam, és azóta is igyekszem kérdezgetni, hogy bizsergésed van-e? Már elnézést a kérdés miatt. A színpadon? Ha igen, akkor hol? Nem vicc. Bizsergésem nincs. Biztos? Tehát mondjuk egy-egy olyan pillanatban, amikor nagyon jól mozognak az erők, és nagyon ott tartod a... Hát ez nem... Nyilván mindenki máshogy éri meg, hogy ez nekem nem bizsergés, hanem egy ilyen elsöprő energia. Lehet, hogy a Tibónak az bizsergés formájában jelenik meg. Én láttam őt sokszor színpadon, meg álltam is vele, és ő is... szerintem hasonló, hasonló lelki repüléseket, mint én, de hát ezt mindenki más, hogy éri meg. Biztos van, aki bizsereg, van, aki kiráz a hideg, van, aki nem tudom én, elájul, és van, aki... Én nekem inkább olyan, mint egy ilyen, mintha ezerrel repülnék, mint egy így meglendítene valami. Volt már, aki azt is mesélte, hogy ilyenkor sokkal többre volt fizikailag is képes. Abszolút, az olyan. Nagyobbat tudott ugrani például, és hogy maga is meglepődött utólag, hogy mekkorát ugrott a színpadon, hogy hihetetlen. Én is pörgök egyébként, meg lefölrohangálok a színpadon. El is tanyáltam most nyáron egy hatalmasat. Ez már váratott magára egy ideje. Elestél, fájt, biztos, de... Nagyon. Tudod, mikor az egyik bokáddal el botlasz, és akkor így
hogy lassítva láttam magamat, hogy így elkezdek röpülni, mert amikor a másikat le akartam rakni, a másik bokámmal is ugyanúgy eltanyáltam, és akkor így fogtam a mikrofont, ami nem olcsó dolog, és az enyém, tudod, ez mint a hangszeres a hangszerét, hát előbb meghal, mint olyan, és így próbáltam fölemelni, hogy ne az sérüljön. És sikerült. Sikerült. Mert élestem el, nem a mikrofont, nem is ejtettem le. Jaj, hát... December 29. December 29-en a kongresszusiban, ne ilyet szaladj. Nem szeretnék. Igen. Azt nem ígérem, hogy nem fog szaladni, de óvatosabban. Magas sarkóban leszel? Hát persze. Oké. Na hát, örülök, hogy összeültünk, így áll nyugodtan. December 29. Csütörtök. Így van, este. Csütörtök. Nagy érzelmek közepette várok mindenkit. Örülök, és köszönöm. Köszönöm, én is. Találkozzunk. Legközelebb is. Együttműködő partnereink. Head Energy Drink Magyarország Kft. Head.hu. Élő hagyomány hazai ruházaton. Viselt szívvel www.szervető.hu.